mint pedig a világpolitika térképén, és sajnálatos módon az utóbbi 20 év politikumának erői ezt hagyták is. Tehát egy egyértelmű válságtünet az, amikor egy civilként indultam új nagyon tiszteletreméltó kezdeményezésből egy ilyen vita sarjad, ahelyett, hogy arról beszélnénk, mert hogy erről kellene, hogy a kormányzat milyen hosszú távú víziókkal rendelkezik ezen a területen, mikor kívánja például befejezetnek tekinteni az államadósság komplett problémakörének a kezelését. Rendelkezik-e kitekintéssel arra nézve, hogy mikor mondhatjuk el azt, hogy igen, rendeztük és Magyarországot növekedési pályára állítottuk. Látható az, hogy mivel önök sem tudják, hogy 180, 220 vagy 300 évről van szó, ezért nemes egyszerűséggel áttolják ezt majd a következő ciklusokra, a következő kormányzatok kezébe. Pedig nem lehet a kormányzat magánügyéről beszélni jelen esetben. Azért nem lehet magánügyről beszélni, mert minden magyar család, minden egyes tagja részesül az ország államadósságának visszafizetésének káros hatásaiból, tehát a kivetülő hatások azok mind demográfiai, mind családpolitikai, mind egészségügyi szempontból abszolút fellehetők, hiszen számos, nagyon sok racionális beruházás, értékteremtő fejlesztés megvalósítása helyett a terheket rójuk nagyon hosszú időn keresztül, mint a katonatiszt, nyögjük, és közben nem kerül sor olyan beruházásokra, olyan az életbe történő, a jövőbe történő befektetésekbe, amelyek nélkül Magyarország nem állítható növekedési pályára. Tehát egyértelmű, hogy ahogy a nyugat hanyatlása tapasztalható Nyugat-Európában, úgy ehhez sajnálatos módon a zenei díszkíséretet Magyarország jelenlegi kormánya is adja, ahogy az előző 20 év kormányai is adták, és ezen kellene igazából változtatni, azon lehetne elmerengeni, hogy hogyan lehetne kezelni ezt a problémát, akár évtizedes távlatban. Én el tudom fogadni azt, hogy egy év alatt önök ezzel lényegében semmit nem tudtak csinálni. Azt nem tudom elfogadni, hogy hosszú távú kitekintéssel nem rendelkezünk, és amúgy nagyon jóra való, nagyon tisztességes, emberséges civil kezdeményezéseket beemelünk, egyfajta pótcselekvésként ezekről hosszú órákat vitatkozunk, nagyon szükséges ez, bárcsak minden kérdéskört ilyen mélyen kivesészhetnénk. Aztán viszont nem beszélünk arról, hogy mit kellene tenni a valóságban, hiszen kimutatható a közvetett összefüggés, például a kokáért a házasságkötési gyermekvállalási kedv csökkenése, várható élettartam, de még az öngyilkossági, valamint egyéb önpusztítási hajlamok között és a társadalomnak az önfenntartási reflexeinek a pusztulása között, melyek egyértelműen következnek abból, hogyha egy társadalom eladósodott, ha nincsenek forrásai, ha nem tudja biztonságban folytatni az életét. Jelen pillanatban a társadalom létfeltételeit totálisan szétziláló, egyre növekvő eladósodottságról beszélünk, mely ellen a gyógyírt sajnos itt ma többször felhoztuk, többször elutasításra lehetünk. Pedig ki kell jelenteni, hogy a mai magyar állampolgároknak az életszínvonala 70-es évek életszínvonala vonalára csökkent vissza, és az is látható, hogy jelen pillanatban az életkilátásaink sem valami gyönyörűek, hiszen hogyha a nyugdíjkorhatárt pár éven belül mondjuk 65 éves korra végleg felemelik, és egy átlagos magyar férfi, mint egy 68-69 év leélt évre számíthat, akkor elmondhatjuk azt, hogy 3-4 év nyugdíjért senki nem fogja fenntartani ezt a rendszert. Erről beszélünk. Az államadósság kérdésköre is egy nagyon hasonló dolog, amit nem jó szándékú civil kezdeményezésekkel kell kizárólag kozmetikázni, hanem végre bátorságot kéne tanúsítani. Férfi módjára kéne viselkedni. A magyar nemzet templomában is, és egyébként is politikusként, államférfiként, ha úgy tetszik, nagyon keveset látunk ilyet manapság. Nagyon szeretném, hogyha több példát tudnánk erre felhozni. A jelenlegi kormányzati cselekvési körből nem látok ilyet, és nem látunk olyan kiemelkedő tevékenységeket, szerepléseket, melynek értelmében mondjuk tárgyalóasztalhoz lehetne ülni azokkal, akikkel egyébként lehetne eredményt elérni. Nem csak Lengyelországnak sikerült, nagyon sok ország képes volt a gazdaságpolitikai válságból kilábalni. Magyarországnak is sikerülhet, ha végre egyszer szuverén és önálló, önellátásra törekvő kormányzata lesz. Teljesen egyértelmű, hogy a kormányzat is látja ezt a problémát. Én nem hiszem azt, hogy ezzel a civil kezdeményezéssel kívánná megoldani az egész kérdéskört. Hogy látja a problémát, azt is bizonyítja, hogy külön vizsgálóbizottságot állít fel az államadósság kérdéskörének kialakulásának a vizsgálatára. Alig ha nem, ez egy beismerése annak, hogy itt egyrészt tudatos folyamatokról van szó, tehát nem egy természeti katasztrófáról, mint mondjuk a kolontári katasztrófa, abszolút tudatos folyamatról beszélünk, és egy olyan évtizedes folyamatról, melynek során nemzetközi pénzügyi körök Magyarországot egy olyan helyzetbe kényszerítették, hogy mint egyfajta gazdatesten lehet rajta élősködni és pénzszivattyúként használni Magyarországot. Ez több fronton lehető fel, a multinacionális társaságok 1000 milliárdokat visznek ki évente adózatlanul Magyarország.
van, különböző hazugságok révén, mint mondjuk az anyavállalattól bérelt informatikai rendszerek fejlesztése és egyéb butaságok által, melyek értelmében Magyarország, jelentsük ki, pénzszivattyúként működik most jelen pillanatban. Az államadósság kérdésköre ugyanilyen, nincsen még egy ilyen bőkezű, ennyire jó szolga módjára fizető állam az egész világon, ezen kellene változtatni, legalább meglebbenteni annak a lehetőségét, hogy igenis változtatni kívánunk ezen. Ezt nem lehet csak az elmúlt 8 év bűneinek a vizsgálatával elintézni. Hiszen el kéne jutni oda, hogy folyamatában lássuk ezeket a dolgokat, és nagyon messze állunk attól. Jelen pillanatban, hogyha fejenként és egyenletesen elterítenénk az ország teljes lakosságán a tartozás állományt, akkor minden magyar család mintegy 12-13 millió forintot kéne, hogy befizessen, ezáltal lehetne Magyarország eladósodottságát egy nulla szintre rendezni. Egyértelmű, hogy ez a társadalom 80%-ának a teljes háttér, élettér, lakás, ingatlan és vagyonvesztésével járna, ami totálisan vállalhatatlan. Még egyszer mondom, egy olyan országban, ahol lassan 4 millió koldusról beszélhetünk, tehát ha az ő vagyonukat akarja egy leendő kormányzat vagy kormányzatok sorozata elkobozni arra, hogy jó katonatiszt módjára fizethessünk, akkor kijelenthető az, hogy ez az út nem járható, kinőni ezt a válságot semmiféle gazdasági prognózis alapján nem lehet, a Fidesz-KDNP kormányzat gazdasági teljesítmény alapján pedig pláne nem. Hiszen munkahelyteremtéssel nem járt, járt viszont a közmunkaprogramok leépítésével, járt a devizahitelesek sorsának rendezetlenül hagyásával, járt a meginduló kilakoltatásokkal, miközben állítólag kilakoltatási moratórium volt, és járt egy teljesen elhibázott adópolitikával, mely mögött felsejlett az a szándék, hogy az egykulcsos adó által majd a nagyobb keresetűeknél több pénz marad, amit ők elköltenek, és a belső fogyasztás révén felpörgetik a hazai gazdaságot, csak hogy ez nem valósult meg. Mert mit csináltak ezekkel a fennmaradó összegekkel? Egyrészt megtakarításokba forgatták őket, aminek azonnali haszna nincs a gazdaságon belül, másrészt pedig luxus cikkekre, luxus kiadásokra költötték. Tehát látható az, hogy egy teljes mértékben elhibázott, poros, dohos tankönyvekből vett gazdaságpolitikai húzás sorozat vezetett ide, ahol vagyunk. Ki kéne jelenteni, egy megoldás van a probléma kiküszöbölésére, ez pedig az álságos nemzetközi pénzszivattyúnak a leállítása. Tárgyalni igenis lenne a tárgyalóasztal túloldalán is más, hiszen senkinek nem érdeke az, hogy Magyarország államcsődöt jelentsen, sokkal jobban megéri mindenféle nemzetközi pénzügyi körnek, például a nagyon jól körülhatárolható osztrák-német pénzintézeteknek is, akiknél az államadóság egy része található. Az, hogyha tárgyalóasztalhoz ülnénk, nem csak átütemezésről beszélnénk, a kockázati felárat adott esetben növelve, egyébként ebben sem vagyunk teljesen biztosak, hanem végre azt is elérnénk, hogy egyfajta fizetési moratórium felállításával kivárhatnánk azt az időt, amíg a magyar gazdaság erőre kap, újra teljesíteni képes, ezt követően pedig a jogos, de csak is a jogos és az indokolt tartozás megfizethetővé válik. Ugyanakkor ez az út nem járható bátorság nélkül, hát én erről a helyről csak arra kérhetem a kormányzatot, hogy képviselői végre viselkedjenek férfi módjára, végre nevezzék nevén a gyereket, beszéljenek a problémáról, és tegyenek is valamit, szócséplés, egyszerű civil kezdeményezések lenyúlása, átvétele helyett saját cselekvési tervvel álljanak elő végre. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni? Jelentkezőt nem látok, akkor megadom a szót Szomba Sándor államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra, és a zászlót majd később fogja elmondani. Köszönöm szépen. Önni a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő, hölgyek, urak. Valóban a zárszót a kormány nevében később szeretnénk elmondani, de van néhány olyan dolog, amit úgy gondolom, hogy nem szabad szó nélkül hagyni, tehát érdemes reagálni, reflektálni dolgokra, és ugye itt az államadósság kapcsán teljesen jogosan ugye a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás témája is előkerült, és hogy hogyan lehetne, vagy mit lehet ebben az ügyben tenni. Hát szeretném jelezni, hogy lennének statisztikai módszerek, amellyel a foglalkoztatást, illetve a munkanélküliséget lehetne kezelni. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az a három fő csoport, a foglalkoztatottak, a munkanélküliek és az inaktívak táborának a figyelembevételével Magyarországon lehetne olyan politikát folytatni, amivel azt mondjuk, hogy a inaktívak táborát szeretnénk aktivizálni, ezzel növeljük a foglalkoztatottak számát, és azt mondjuk, azt kommunikáljuk, hogy rendkívül örülünk, hogy a munkanélküliség nő, hiszen az emberek aktívabbá váltak. Lehetne ennek a fordítottját is
csinálni, hogy azt mondjuk, ma Magyarországon a munkaügyi regiszterben közel 240 ezer ember van, aki semmilyen ellátásban nem részesül. 240 ezer. Lehetne azt mondani, egy jogszabály módosítással megoldani, hogy ez a 240 ezer nincs a munkaügyi statisztikában, hanem gyakorlatilag az inaktívak táborába. És lehetne kommunikálni, hogy ím, lám, csökkent, lényegesen, drasztikusan csökkent a munkanélküliség. Csak ezt az egészet, amiről eddig beszéltem, el lehetne úgy játszani, hogy közben a foglalkoztatás jottányit nem változik. Na itt kezdődik a probléma. És az elmúlt időszaknak ez a fajta politizálása volt az egyik legnagyobb problémája, mert ma Magyarországon 55,5%-os a foglalkoztatási ráta, a legutolsók vagyunk az Európai Unión belül. Ez egy katasztrofális helyzet minden szempontból, és ugye ha ránézünk a térképre, akkor ráadásul azt is látjuk, hogy a problémák kétharmada az az ország egyharmadára koncentrálódik. Tehát úgy egyébként civilbe Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből jöve látom azokat a problémákat, amelyek valóban feszítő jellegűek, mert nem csak a közmunkáról van alapvetően szó, hanem az elsődleges foglalkoztatásról, a munkaerőpiacról. És elhangzott itt az előbb az, hogy miért nem visszük, talán Sejrin Gábor képviselő társamtól, hogy miért nem visszük a munkahelyeket oda, ahol egyébként a rengeteg munkanélküli rendelkezésre áll, mondjuk Borsodba, Szabolcsba vagy más helyre. Hadd mondjak erre egy példát, lehet jól is kormányozni, meg rosszul is, meg jó dolgokat is csinál, meg rosszat is. Munkahely teremtő támogatás címén a munkaerőpiaci alapból a tavaly évben is volt pályázati kiírás, 2,5 millió forint állt rendelkezésre tavaly, 1,4 millió forintot pályázhatott a magyar vállalkozó egy emberre támogatásként, de olyan feltételrendszerre volt kiírva a pályázat, hogy gyakorlatilag azt tudott pályázni csak, akinek egyébként már a zsebébe volt alapból a pénz. És majd utólagosan megköszönte az államnak, hogy finanszírozták neki a beruházását számos esetben. Ebből okulva az idei évben 5 milliárd forintot, tehát megdupláztuk ezt a költséget, 5 milliárd forintra írtunk ki pályázatot, 2,2 millió forintot tud egy ember után egy magyar vállalkozó fölvenni, kis-középvállalkozóknak lett csak kiírva a pályázat, 15 millió forint támogatási igény alatt olyan mértékig egyszerűsítettük a pályázati rendszert, nem ragozom, az 5 milliárddal szembe több mint 10 milliárdos igény érkezett be, míg tavaly a 2,5 milliárdost kétszer kellett meghirdetni a pályázatot, mert nem volt elég pályázó. Tehát magyarul lehet a foglalkoztatáspolitikai eszközöket jól is működtetni, meg lehet rosszul is működtetni. Mi arra vállalkoztunk, hogy ezeket az eszközöket, ezeket a forrásokat, amelyek mobilizálhatók és rendelkezésre állnak, azokat elsősorban erre a célra fogjuk fordítani. Borzasztóan nehéz helyzetben van a magyar kormány. Ezt gondolom ugye érzékelik mindannyian. Olyan államadósság teherrel kell gyakorlatilag nap mint nap a gazdaság fejlesztésbe, a gazdaság élénkítésbe, és a foglalkoztatás szempontjából bizony még hosszú-hosszú ideig sok kemény vitákat fogunk tudni folytatni, mert egy pici is a foglalkoztatás politikában otthon van, az tudhatja, hogy egy jól működő gazdaság esetében is a foglalkoztatás számos esetben stagnál, vagy adott esetben még uram, bocsánat, csökkenhet is. Tehát ugye ez az a fajta növekedés, ami egy gazdaságpolitikában, egy jól működő gazdaságpolitikában húzza a foglalkoztatást, ott bizony számos esetben az elmúlt években is tapasztalhattuk, hogy növekvő GDP mellett is stagnáló foglalkoztatás volt. És ugye folyamatosan hallom és jelzik ezt a közmunka programmal kapcsolatos problémákat, szóval a helyzet az, tisztelt képviselőtársaim, és önök is tudják, nyilván érzékelik, hogy abban a helyzetben, amikor a tavalyi esztendőben 150 milliárd forint volt a tényleges kifizetés a költségvetésben eredetileg tervezett 104 milliárd forinthoz képest, a kormánynak 2011-ben megint csak kényszerpályán volt, mert el kellett döntenünk, hogy hogyan tudjuk finanszírozni egyáltalán azoknak a szerencsétlen sorsú embereknek a, ha másképp nem, akkor a közmunkán keresztül történő foglalkoztatását, akiknek egyébként más lehetőség nincs, de decemberben is mondtuk, meg januárban is mondtuk, és most is szeretném jelezni, hogy a kormány azon dolgozik, és néhány héten belül gyakorlatilag akár a parlament előtt is beszámolhatunk a fejleményekről, hogy hogyan lehet az elkövetkezendő időszakban
ha másképpen nem lehetséges, akkor közmunka keretében minél több embernek segélyhelyet, munka lehetőséget biztosítani, különösen azokban a térségekben, azokon a helyeken, ahol rettenetesen nagy a baj, tehát ugye érzékeljük a problémákat. Szétszakadt az ország, Budapesten 4,6%-os a munkanélküliségi ráta a jelen pillanatban is. Szabolcsban meg Borsodban meg 19,5% meg 21,5%. Tehát ugye számos esetben nem is értjük, hogy miről beszélünk. Tehát van, aki a közmunkát nem is érti, mint fogalmat Magyarországon, hogy az meg milyen betegség. Hát a helyzet az, hogy nagyon sok esetben meg csak az az egyedüli lába, mint keresztül a problémákat alapvetően lehet kezelni, de abban bízunk, hogy nem ez lesz a fő csapás irányunk, hanem minél több embernek lesz elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon lehetősége. Ehhez bizony az kell, hogy megszabaduljunk attól az iszonyú tehertől, amelyet jelen pillanatban a magyar gazdaságra, a magyar emberekre az államadósság ró. Ezért minden olyan kezdeményezés, amely ebben az ügyben segíthet nekünk, az csak örvendetes, és úgy gondoljuk, hogy mindenképpen támogatandó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés, az államtitkár úr válaszolt a vitában elhangzottakra. Van még lehetőség a hozzászólásra, zászlót még nem mondott. Jelentkezőt nem látok. Zászlót kíván mondani? Nem kíván. Köszönöm szépen. Az általános vitát lezárom. Ügyrendben jelentkezik Kukorelli Endre képviselő úr. Önni a szó, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátására és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a sportról szóló 2004. évi első törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Bánki Erik és Szalai Ferenc Fidesz képviselők önálló indítványát TPER 2882. sorszámon megismerhették. Tájékoztatom önöket, hogy az önálló indítványhoz előterjesztőként csatlakozott Kovács Péter képviselő úr. Most az előterjesztői expozék következik, megadom a szót Kovács Péter képviselő úrnak, napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben. Önni a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ház, nem fogom kihasználni a 20 percet, hisz ha 20 percig beszélnék, akkor a TPER 2882-es javaslat minden egyes paragrafusáról 5 percet kellene beszélnem, hisz összességében 4 paragrafusból áll ez az előterjesztés. Viszonylag egyszerű előterjesztés, 2 fontos dolgot tartalmaz. Az egyik a módosításunk alapján a egyszeri juttatás, az eredményességi támogatás legyen kifizethető a világversenyeken való részvétel után. A másik 2 paragrafus meg arról szól, hogy úgy, ahogy a Nemzet Színészének címadományozását a Nemzet Színészei közösen döntik ki, illetve tesznek rá javaslatot, a jövőben a Nemzet Sportolói is ugyanezt a metódust kövessék. Az utolsó, 4. paragrafus meg a hatályba léptetésről szól. Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag egyszerű dolog, remélem, hogy a vita sem fog fél óránál tovább tartani. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Megkérdezem a kormány nevében, kíván egyszerűen Attila államtitkár úr hozzászólni, nem? Akkor az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként a jelenlévő Szilágyi György képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért örülök Kovács Péter felszólalásának, mert a bizottsági ülésen is hasonlóképpen zajlott le ennek a törvénymódosításnak a társulózatba vétele. Ott is a Fidesz kormánytöbbség megpróbált elbagatelizálni ennek a törvénymódosításnak a fontosságát. Ugye azt mondták, főleg a Nemzet Sportolója címről beszéltek ott is. Ugye a Nemzet Sportolója címmel kapcsolatos törvénymódosítása még egyet is lehetne érteni, bár itt azért megjegyzem, hogy érthetetlennek tartom ezt a nagy sietséget. Ugye nemrég volt, hogy a ház
egy öntetően szavazta meg a változtatást, és ennek kapcsán kaphatta meg Buzánszky Jenő és Gosis Gyula egyszerre a Nemzet Sportolója címet. Nem tudom, talán azért kell ilyen gyorsan változtatni, mert ugye ezt a törvényjavaslatot, bár igaz, hogy a címátadásán és a kommunikációban is ugye azt tapasztalhattuk, hogy ez attól függetlenül, hogy a Jobbik jelöltjei voltak, és a Jobbik nyújtotta be ezt a törvényjavaslatot, a Fidesz egyértelműen saját magának vindikálta ezt a tényt, de ez nem probléma, az a lényeg, hogy ők megkapták. Tehát lehet, hogy azért kell ilyen gyorsan változtatni, hogy ne legyen egyetlen egy ellenzéki törvény sem, amit elfogadtak ebben a ciklusban, ugyanis ebben a ciklusban ez az egy ellenzéki törvény, amit elfogadott a tisztelt ház, több törvény nincs, most már ez sem lesz, mert ugye megváltoztatjuk, de hát mondom még egyszer, ez nem jelent akkora problémát. De ez a törvénymódosítás ugye nem csak erről szól, hiszen a módosítás első paragrafusa, ami a STV 48-as paragrafusának a második bekezdését hivatott megváltoztatni, lényeges változtatások